Sziasztok! Itt ismét Fanni, és ez itt egy újabb kártyahol videó. A mai videóban a Cardistry nevezetű csomagot fogom kibontani, illetve Damien is itt lesz majd velünk. Egy nagyon szép ilyen mutatós Cardistry-s csomagról van szó, ugye? Nagyon kíváncsi voltam, azért szereztem be, hogy milyen, meg egyébként nagyon tetszett így a videókat láttam róla, és nagyon tetszett így a dizájnja. Szerintem flörisekre tök jól alkalmazható. Én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz belül, tehát hogy milyen lesz az előlap, hátlap, stb. Szóval szerintem kezdjünk is neki. Na hát itt is vagyunk Damiennel, aki segít így a kártyabontásban. Sziasztok. A szakmai részében, Sziasztok. Illetve hát mivel ő is kártyagyűjtő. Na, szóval... Mivel én is kártyagyűjtő vagyok, köszönjük. Hát eléggé. Na, szerintem kezdjük rögtön azzal, hogy ki ezt hát a fóliát, szerintem szedjük le róla. Igen, ez mindig az első lépés. Igen, ott valahol ott nézd, ott lett volna egy olyan kis fülecskéje, de az körbe vehetted volna, mindegy. Így is jó. Persze, csak hogy az alja megmaradt, hál' Sikerült. Istennek. Ja. Teljesen jó. Na, ezt az alját meghagyjuk. Védelem gyanánt. Na! De milyen szigorú. Igen, szóval. Az biztos. Pedig ez az én kártyám. Nem baj. A saját kártyádat is tanuld meg védni. Szóval ez egy ilyen kárdisztis dolog egyébként. Igen, ez a Sense Minds-nak a... Szerintem a Sense Minds-nak ez az első Cardistry kártyája, amit csináltak. Nekem van egy ilyen... Az első? Lehetséges egyébként. Én azt hiszem, hogy ez az első, de úgyis kijavítanak, hogyha tévednék, de én nem ismertem más Cardistry csomagot. Én sem láttam eddig. Egyébként még. A doboz az semmi különlegeset nem tartalmaz. Ez az eleje, hátulja az... Ugyanaz az, szinte. Az szerintem a... Szerintem tök ugyanaz a hátulja, mint az a eleje. Lesz a... Nem ugyanaz a hátulja, mint az eleje? Nem. Ja, nem, mert ott van a sarka. Átlapja a kártyának valószínűleg. Hát itt a tetején van ez a kis... Lezáró matrica. Matrica. Az alján pedig na, a Sense Minds gyártó. Ez fekete, na. És ez is fekete. Producer. Na, hát igen, ezek a szép nyitók szerintem. Damien, jó. Segítsél ebben. Segítek ebben, mert nézd, hogy szép. Hát, hogy szép legyen. Szép, megtartsuk, szép legyen is maradjon, úgy. Persze. Ez nálam, nézd, nagyon-nagyon szépen jön le. Egyébként ha valaki gyűjti szépen. Ezeket... Hát, ott egy kicsit megakad, de... Megakad, de nem baj. Nézd, ha túloldalra hűvítjük, akkor azt meg tudjuk menteni. Meg, így. Jó. És én azt szoktam csinálni, hogy kibontás után... De tapad. Kibontás után ezt ide ráhajtom. És akkor meg is marad. És akkor így lehet szépen látni. Ilyen és megmarad ez a csillagforma benne. Így van. Rád bízom a további nyitást. Köszi. Wow. Na hát ezzel most meglepődött. Micsoda színváltás csomag. Zöld doboz, sárga kártya. Hát egy vagy pár hát, darab, igen. Nem tudom. Egy pár darab. Hú, ez érdekes. Na. A többi az zöld. Zöld, igen. Hát látszik, hogy Cardistry-re termett a csomag. Persze. Látszik, hogy Cardistry-re termett. Miért sárga? Hát mert ezek poén, a de... geflapok, gondolom. Hát biztos, de... Vagy a jokerek. De durva, hogy sárga. Igen. Na mindegy, jó, most meglepődtem. Meglepődtél? Igen, mert ilyet még nem bontottam. Te bontottál már ilyet? Nem, ez nem. Mármint, hogy a hátlapja ennyire más volt. Ennek vannak ilyenek persze, de magát a Cardistry csomagot még nem bontottam logikusan. Nyitsz egy legyezőt, vagy... Hát megnézhetjük, megnézzük a magát. Hát ez nagyon jól néz ki, logikusan. Olyan másik irányba is ilyen? Hát még biztos, csak. Aha. Hmm. Wow, szép. Hmm. Hát igen. Ez jól néz ki. Ja, és látod, ha hibázik valaki a legyezőben, rögtön észre lehet venni. Ha nem szép a legyező, rögtön észre lehet venni. De jó. Igen, rögtön észre lehet venni. És ezek a jók, nézzétek, hogy ezek a színes... Ja, tehát, hogy az oldalak ilyen. Aha, vajon, hogyha egy meg van fordulva... Ezt kérdeztem én is, hogy ez... Mennyire? Nem látszik. Nem? Akkor nem ez... Látszik. Most egyet megfordítottam neked. Nem látszik semmi. Nem látszik. De jól néz ki. Uh-huh. Na, hát ez ilyen... Szerintem nem tudom, engem megfogott már olyan mutatós. Tehát így van. Nem tudok jól nézni ki. Van. Na, nézzük alapokat. Akkor alapokat. Ne így, fordítsuk. Meg az egészet. Ögy. Így az egyszerűbb. Ez sorrendben lesz valószínűleg. Biztos. Na. Hát a Picasso Cardistry. De milyen ez a pik? Nagyon, nagyon izé, futurisztikus. Milyen design, nem? Futurisztik. Hát ezek elég regurálnak, néznek igen, ki ezeken. Igen. A fekete az kicsit, nem az a nagyon sötét fekete, kicsit olyan szürkésebb fekete így élőben. Tehát nem az a mély fekete. Igen, fénye, de ez szerintem csak van élőben egy, látni egyébként, van benne mert egy, igen. Nem biztos, hogy úgy ja. Kamera úgy érzékeli, de... Ja. Igen. Hát ezek a
De ez teljesen sima. Klasszik. Úgyhogy ezen klasszik. Így végig is megyünk. Ó. Na jön egy figurás lap, egy bubi. A szín, ezt látjátok ti is. Érdekes a színe. A sárga az ilyen, ezt a neonzöld színt megkapta. Igen. Ami igen. Azt hiszem sárga. Sárga szokott lenni, így igen, van. Az igen, a neonzöld színt megkapta. Ja, elég extra. Igen, dáma is. Fura, fura, mint hogyha megromlott volna. Kicsit. De várjál, vajon ez ugyanolyan zöld, mint a... Ugyan, hát ez a neonzöld, egy hasonló. Tudod, igen, szerintem hasonló, tehát ugyanaz, mint a doboz, csak ugye a környező színek a környező miatt nyilván optikailag nem. Optikailag más színnek látjuk. De, de amúgy... a kékek megmaradtak egyébként, a kék szín az benne van. Igen, csak a zöld, a zöld az, ami... Na hát, nézzük, ezek hát ugyanazok. Ez is teljesen. Igen, itt is a piros kicsit nem az a vérvörös piros, mármint nem az a mély olyan piros. Olyan átlagos, nem? Átlagos. Ez tök átlagos. Igen. Ez teljesen átlagos. Úgy néz. Igazság szerint a... figurás lapok is átlagosak. A, egyébként a, igen, csak ez csak a furcsa szín, színvilág az, tehát ami... az is teljesen átlagosak, teljesen csak ez a zöld, ez nagyon extra. Romlott a haja. A bubinak megromlott a haja. Már rég vár arra, hogy kibontsuk, biztos azért. Ja, már bepenni. Szaga nem volt? Már. Nem. Doboznak. És a treff is egyébként doboznak. Ugyanolyan. Igen, a treff is teljesen. Tehát nem változott semmi. Csak tényleg ezt a színt rakták egyébként bele. Nagyon fura, fura hogy ilyen szín. Tehát, hogy ezt így meghagyták. De látok, egy ilyen színezést gondol, de egy normál pubit, egy ilyen átváltoztatsz, és akkor ilyen megrohadt egy picit a pubit. Nagyon ráfügtem el na, a megoldós témára. Vagyunk. Na, ők a két narancssárgak lapunk. Ő a két narancssárga. Két joker, az igen. Egyik zöld lett. Zöld. Másik fekete. Hát, itt is milyen jó trükköt lehetne csinálni, ugye a felirat. Fekete felirat a zöld mellett, az feketén fekete emlik zöld felirat. Kinek hogy tetszik, tudod. De ez milyen, ezzel azért ne játszunk, nem? Tehát így, hogyha játékkárt, nem Joker van nálam, tudod. Ja, a Joker. Ki kell szedni. Hál' Istennek vannak a játékok, ami... Vannak, amiben nem kell, azért van, amiben kell. Ja. Vicces. Lehet látni, hogy azok a Jokerek. Hát igen, kicsit feltűnő. Ja. De azért érdekes ez, aha, hogy nem? Igen. Hogy így mindegy, én meg ezen nem tudom túltenni magam. A narancssárga lapok. Igen. Igen, hogy a Jokert így megkülönböztették, de jó pofa egyébként, csak nem láttam még puha. Ilyet. Puha, nagyon puha. Hát ennek muszáj puhának lenni, gondolom. Puha, mert... puhább, mint az átlagos. Nagyon, nagyon kis puha. Tehát ilyen fura, fura az egész. Fura fogása van, te nem tudom. Miért, mit érsz? Milyen? Olyan fura, mintha egy finish lemaradt volna róla. Nem tudom. Lemaradt volna róla? Mintha egy réteget nem kapott volna meg. Nem tudom. Lehetséges. Nem azért érzed úgy, mert nagyon vékony. Tehát, hogy viszonylag vékonyabb vékony, a lap. Mintha csak három réteg helyett, mintha csak kettőt kapott volna. Valószínűleg ezzel próbáltak könnyíteni rajta, nem? De nem is, könnyű nem is legyen meg. Hát, hogy vékony. Ah, igen, a fáró kicsit de... nehezebben megy, de amúgy nagyon. Tehát, hogyha megnézitek, hát így meg lehet nyomni. És gond nélkül. Egy egész paklit, és úgy, hogy tök új egyébként. Igen. Tehát... Gond nélkül meg lehet. Na, hát vajon melyik lap lehet a Joker? Igen. Ezért van. Húzz egy lapot. Fogadjunk, hogy húzz egy lapot, vagy húzhatsz kettőt is, és fogadjunk, hogy a Jokereket fogod húzni. Milyen jó mentáltrükk, nem? Ez nagy menta. Nincs megjelölve a lap, nem? Nincs. Tehát így nincs. Tehát ez a két lapot nagyon, nagyon úgy fogsz érezni, hogy azok szeretnének hozzád kerülni. Képlapok. Vajon melyik lesz az a kettő? De amúgy jó, tehát azoknak, akik szeretik a cardistry témát, jól lehet. Tehát azért azzal jól lehet ilyen mindenféle flörisekre meg. Igen. Kártyazsonglőröknek kifejezetten jó. Nem tudom, hogy ez, amit az előbb említettél, ez a finish dolog, hogy ez szerint előnyére válik nem, inkább, ez elő, de jó, jó, ez nagyon, előnyére tehát válik. Ez nagyon, nagyon jól használható. Uh-huh. Nagyon jól használható. Na, hát akkor szerintem egyébként mutatós tényleg. Mutatós. Tehát, jó, jól néz ki. Igen, mutatós. Mutatós nekem, pakli. Nekem bejön. Egyébként. Nagyon, nagyon jó pofa. Jó. Hát a kárdisztriseknek ez tökéletes, tehát meg nézőbarát, tehát tényleg jól használható, megkapta a Fanni nézőbarát címkét. Ez így van. Tényleg bűvészkedés és de nagyon jól használható. Meg olyan kártyajátékokra, amihez nem kell Joker. Igen.
Meg a maga a kezelhetősége szerintem. Szerintem nem rossz ez a vékonyított. Tehát hát azt nem mondom, hogy mivel olyan vékony, még manipulálni is könnyebb vele talán, mint egy normál. Mint egy normál. Hát annál azért igen sokkal vékonyabbnak. Így van. Na, hát nekünk tetszett, igaz? Dénye? Így van, neked nekem is? Tetszett. Nekem tetszett. Úgyhogy, ha nektek is tetszett, akkor feltétlenül nyomjatok rá egy lájkot. Így van. És ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Remélem, legközelebb is találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!